Nos, hát tényleg jó érzés volt látni, hogy a mesterszakok iránt mennyien érdeklődnek. Nagyon megtelt az a terem, amiben meghirdették ezt, és hát izgalmas kérdések is merültek föl. Bízunk benne, hogy a legjobbak eljutnak a mesterszakra, mint ahogy a legjobbakat várja a Kepesgyörgy szakkollégiumunk is. Köszöntöm Kis Csabát, a szakkollégium elnökét, vezetőjét stúdiónkban. A téma pedig azért is aktuális, hiszen a héten volt fölvételi a szakkollégiumba. Hogyan zajlott, milyen kép alakult ki a jelentkezőkről? Köszönöm a meghívást. Az a baj, hogy nagyon kevesen voltak sajnos, hiába volt sok munkánk, de négyen voltak csak. Mondjuk változó volt, voltak TTK-ról, BTK-ról, de mégis csak három hallgatót sikerült felvennünk, ezért jövő héten, február 15-én egy pótfelvételit fogunk tartani a Leánykóti Kollégiumban. Milyen föltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki bejusson a szakkollégiumba? Lehet, hogy ez is egy kicsikét feszélyezte a jelentkezőket? Igen, így van. Tehát mindenképpen szakátlag fölött, de inkább 4,5-ös átlag az, amit mi elvárunk. Ezen kívül tanári ajánlás, amelyben a hallgató és a tanár vállalja, hogy TDK munkát készítenek, valamint egyéni szakmai tervek is kellenek, amelyel a főiskolai tanulmányi alatt még további kutató munkát végez a hallgató. Tehát itt egy aktív, egy ambíciózus hallgatói tulajdonságokkal rendelkezőket várnak elsősorban. Így van, így van. Mi az a plusz, amit kapnak ők, amiért érdemes oda jelentkezni nekik? A szakkollégiumban lehetőség van az egyéni szakmai munka mellett olyan kurzusokat, olyan kutató munkát végezni, amit a szakkollégium tud támogatni, amely jó alap lehet a továbbtanuláshoz, az MSC vagy a PhD képzéshez. Ezen kívül olyan konferenciákra való látogatást, valamint kutató professzorok meghívását is tudjuk támogatni, amely segíti a hallgató fejlődését. Mennyire tudnak szelektálni a feltételbiztosításban, hogy hát nem mindenki egy karról, nem mindenki egy szakról érkezik, hiszen rengeteg irányból jönnek. Milyen elvárás szerint csoportosulhatnak oda bent? A munkákat segítik a mentortanárok. Van három tagozatunk, a környezet és természettudományi tagozat, nevelés és társadalomtudomány és művészet és kultúratudományi tagozat. Mivel hogy mi elég egyediek vagyunk az országban, hiszen nem egy szakról vannak a hallgatóink, segítséget kell kérnünk, és ezen tagozatokba próbáljuk a hallgatókat betenni, és így segíteni az ő munkájukat. Említette, hogy az országos képhöz képest egy másfajta fölállás van nálunk, nem lehet specializálódni egy szakra. Van-e ezért, azért még emellett kapcsolatuk az országban működő szakkollégiumokkal? Tudnak-e kapcsolatot teremteni, hogy egymástól tudjanak tanulni? Persze, most szombaton is meghívást kaptunk egy országos szakkollégiumi konferenciára, ahol az államtitkár úrral beszéljük meg a szakkollégium támogatását, amit a minisztérium tud nyújtani nekünk, és ide minket is meghívta. Nemrégiben vette át, ugye, ha jól emlékszem, a szakkollégium vezetését. Tavaly szeptemberben. Milyen elképzelésekkel indult el? Mi az, amit szeretne itt megvalósítani a hallgatókkal együtt nyilván? Mindenképpen egy felzárkóztatást kell csinálnunk ebben a egy fél évben, amíg én itt vagyok, hiszen a hamarosan egyetemmé válás eléggé nagy kritériumokat helyez elénk is, hiszen az egyetemnek fontos a tehetséggondozás, úgyhogy a mi dolgunk most az a választmánnyal, hogy olyan hallgatókat vegyünk föl, akik majd átveszik a munkákat és tovább viszik ezt a magas színvonalú munkát. Milyen területeken, mikre irányulnak elsősorban? Elsősorban kultúra, irodalom, vannak ilyen rendezvényeink, a 24 órás lira vagy felolvasó estek, TTK-ban a MTA professzorokat és ELTÉS tanárokat szoktunk meghívni. Társadalomtudományban pedig most március 9-én lesz egy vezetés elméleti konferenciánk, amit a tanszékkel együtt fogunk megcsinálni. Úgy fogalmazunk zárójelesen, hogy ez egy elit csapat tulajdonképpen a főiskolán. Mennyire egyeznek az elképzelések, az elit csapatnak az elképzelésével, hiszen aki bejön, az egy ambíciózus ember, lehet, hogy egész más irányba akarja terelni. Így van, nagyon-nagyon nehéz mindenkinek megfelelnünk, ezért próbálunk a tagozati vezetőkkel, sőt a mentor tanárainkkal is úgymond kis csoport munkákat végezni, de örülünk, hogy
az a kevés ember, aki jelentkezik hozzánk, azok elszántak, és tényleg komolyan gondolják a továbbtanulást. Most, ha jól értem a megfogalmazásait, akkor itt nem arról van szó, hogy itt tárcán kapnak dolgokat a hallgatók, hanem arról van szó, hogy saját maguk, a saját érdeklődésüknek megfelelően kínálnak a többieknek, és hát megszervezik mondjuk kvázi maguknak azt a rendezvényt. Így van. Saját tehát maguknak és a szakkollégiumnak is segítve ezzel, tehát az ő erőmenetlőnket és a mi, mondhatni ezt, hírnevünket is öregbítik az idő folyamán. Idén lesz a szakkollégium 20 éves, úgyhogy ezen apropóból is eléggé nagy rendezvénysorozatot tervezünk az Eszterházi napokhoz kapcsolódóan. Mi lesz a középpontjában ennek? Van már körvonalozódott? Három fő rendezvényünk lesz. Lesz egy öreg diák találkozó, ahova régi tagjainkat várjuk. Lesz egy Kepes György nevéhez kapcsolódó művészeti pályázatunk, valamint egy Kepes György konferencia, amit itt a főiskolán szeretnénk megvalósítani. Hiszen a kollégium névadója Kepes György, aki Heves megyéhez is kötődő képzőművész, és talán Európában a legnagyobb gyűjteményen nálunk van. Így van, itt Egerben a Vitkovics házban, így van. Ők is felajánlották a támogatást, az önkormányzat is, valamint a Nemzetközi Kepes Társaság is jelezte, hogy részt vesz a rendezvényünkön. Említettük a beszélgetés során, hogy kevesen jelentkeztek még kedden, még van lehetőség rá, következő héten is jelentkezni. Mi lenne az, amivel csábítaná őket? Mit kínál nekik, hogy valóban a legjobbak jelentkezzenek? Most itt az alkalom fölött. Mindenképpen szeretném azt, hogy olyanok jöjjenek, akik tényleg elszántak, és olyan főiskolai vagy majd egyetemi diplomát szeretnének itt Egerbe szerezni, amivel tényleg hatékonyan tudnak tovább menni más főiskolákba, vagy reméljük maradnak itt ugye MSC és PhD képzésbe, hiszen a szakkollégiumban eltöltött munka mindenképpen tapasztalat, és mindenképpen olyan egyedi szakmai fejlődést nyújt, amellyel bátran lehet menni más egyetemekre, tehát nincs szégyelnivalónk. Hát akkor üzenjük az ambíciózus hallgatóknak, hogy irány a fölvételi a szakkollégiumba. Várják őket. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és sok sikert kívánok a munkához. Mi pedig lépjünk egy témával tovább. 900 millió forintot nyert az Agriatisk szakképzés feltételeinek fejlesztésére. Ezzel a témával foglalkozik következő bejátszásunk. Nézzük meg együtt.